Érdekesnek tartottam, úgyhogy gyorsan gondoltam, megosztom, mi az, amit a 5G vagy 5G technológiáról érdemes tudni, és valószínűleg amit kevesen tudnak, bár sokan gondolnak. Előtte azonban néhány gyors hír. Magyarország a 5G fejlesztések európai központja lenne. Ez az Origo-nak az írása. Ez a 24.hu, ami arról számol be, hogy 5G nagyhatalom lehet Magyarország az EU-ban. Június 19-én az Adó.hu arról számol be, hogy jön a 5G Magyarországra. Az Origo pedig arról beszél, hogy 5G teszthálózat épül Zalaegerszegen. Sőt, ha valaki megnézi a Google-t, akkor láthatjuk azt, hogy szinte mindenhol arról van szó, hogy Magyarország az első helyen van az EU-ban, illetve az élen van, és akár nagy hatalom is lehet a 5G technológia alkalmazásában. Megosztanám villámgyorsan csak azt röviden, hogy mit árul el nekünk Devra Davis, aki egy PhD, illetve az elnöke a környezet egészség munkacsoportnak. Előjáróban arról beszél, hogy ők különösképpen aggódnak ennek az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása miatt. Az Amerikai Egyesült Államokban szinte minden tagállamban 5G-re áll át a hálózat, illetve ez szükségszerűen magával vonja több ezer új antenna, illetve újabb antenna hálózatoknak a telepítését. Az egyik probléma, amiről beszélnek, az az, hogy az ember bőre, ami a legnagyobb testrésze úgymond, és nagyon kevesen értik ezt, az reagál ezekre a hullámokra, melyeket a 5G rendszer használ. Ezen kívül maga az izzadság csatorna antennaként funkcionál, és ezekre az elektromos hullámokra reagál. Ezen a konferencián arról beszélnek, hogy a hullámhosszokat, melyeket a 5G rendszer használni fog, és azokat a frekvenciákat, azt fegyverként használják. A linket megtaláljátok majd a videó leírásában, aki utána akar nézni, az megteheti ezt. A fegyvernek a lényege, amit úgy hívnak, hogy Active Denial, azaz aktív tagadás idézőjelbe téve, a lényege az, hogy ezt a fegyvert a tömegre irányítva befolyásolni lehet annak a mozgását, illetve a cselekedeteit és a gondolkodásmódját, és megfutamodással lehet kényszeríteni őket. Természetesen a fegyverek azok sokkal nagyobb intenzitással működnek, és több energiát használnak fel, de ez csak részletkérdés, hiszen az változtatható. A másik az, hogy egészen alacsony teljesítményű műszereket már használnak, és több tíz éve forgalomban van, amely ezen a hullámhosszon és ezen a frekvencián dolgozik, és képes arra, hogy a sejtek metabolizmusát megváltoztassa. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy mikrohullámú sütő, a sejteket, illetve a sejtekben levő vizet a rezgésszám növelésével befolyásolja. És ez által a sejt működését, a szerv működését és az egész élőlény, az egész organizmus működését képes befolyásolni. Itt egy interjút láthatok egy kongresszusi képviselővel, aki arról beszél, hogy egyelőre nem ismeretes az egészségre gyakorolt hatása, de az biztos, hogy a jelenleg használt technológia, ami 1-től 3-5 GHz frekvenciát használ, az egészségre gyakorolt hatása már ennek is bizonyítottan káros, az egyik többek közt a spermaszám csökkenése, de különböző rákos megbetegedések és idegrendszeri problémák szintén. Az új rendszer az pedig 20 milliótól egészen 90 millió hertz frekvencián fog dolgozni. Kevin Mathis arra figyelmeztet többek között, aki mellesleg tagja a Wireless Education Action csoportnak, illetve a California Brain Tumor Associationnek, ami röviden annyit tesz, hogy a wireless technológiával foglalkozó
és az emberek nevelését célzó akciócsoportnak, illetve munkacsoportnak a tagja, és természetesen a kaliforniai agytumorral foglalkozó szövetségnek, a szervezetnek szintén tagja, úgyhogy némi fogalma van az egészről. Azt mondja, hogy sem a kutatás, sem a tapasztalat nem áll rendelkezésünk, és bizonyos az, hogy ennek egészségre tragikus következményei lesznek, amennyiben ez a technológia széles körben elterjed, azt pedig tudjuk, hogy el fog terjedni. Rendelkezésükre áll egy kutatás, melyet itt említ, 223 kutató részvétel 39 országban végezték, és egyértelmű összefüggést talált a különböző egészségügyi problémák, illetve daganatok és egyéb megbetegedések, illetve a vezeték nélküli technológia között. Ez mind sokkal kisebb teljesítményű és sokkal alacsonyabb hullámozó és frekvenciájú rendszerek esetében. Úgyhogy az, ami most következik, az valószínűleg ennél sokkal súlyosabb következményekkel fog járni. Arról beszél, hogy gyakorlatilag mikrohulláma megmérgezik az egész országot, és ezután természetesen az egész világot, és mindenkit kitesznek ennek a technológiának úgy, hogy nincs is rendelkezésre álló kutatás, illetve tapasztalat. Ezek itt csak néhány a számos mellékhatás közül, ugye mindenféle fejfájás és migrénes panaszok, alvászavarok, szívműködési zavarok, fáradékonyság, fáradtság, a fül problémái, fülcsengéstől elkezdve szédülés, különböző bőrpanaszok, rosszullét, hányás, orrpanaszok, ezen kívül az anyagcsere különböző megbetegedései, mint például a vércukorszint problémái, szomjúság, szájpanaszok, memóriapanaszok, koncentrációs problémák, és a többi, és a többi. Gondoltam, megmutatom még ezt az interjút is, mert érdekes, amiről ebben szó van. Ez 2016. június 20-a, és ez egy FCC sajtótájékoztató a 5G, a 5G, az 5G technológiáról, ez pedig Washington DC-ba. FCC az a szövetségi kommunikációs bizottságnak a rövidítése. Tom Wheeler az, aki ezt a beszámolót tartja, és ő ennek az FCC-nek az egyik vezetője, illetve egy lobbista Washingtonban. Nyilván annak érdekében, hogy ez a technológia minél hamarabb megjelenjen. Erről beszél, és arról, hogy korábban nem is elképzelhetetlen volt az, hogy ilyen magas hullámhosszon, illetve frekvenciával képesek legyenek használni ezt a technológiát, azonban ez megváltozott és megváltoztatja ezzel az egész kommunikációs rendszer. Erről korábban szó volt, hogy 24-től akár 100 GHz frekvenciával is dolgozhat ez a rendszer. Az egyik dolog, amit kiemelt, az az, hogy akár célzottan is használható, illetve felerősíthető a jel, és természetesen rendkívül, mindemellett egy rendkívül munka és tőkeigényes műveletről van szó, hiszen rengeteg eszközt kell telepíteni, különösen az adótornyokat, erről szó volt. Azonban számára a lényeg, és amit ő kiemelt, az az volt, hogy több 10 milliárd dollár hasznot fog hozni, és ez átkozottul fontos, ahogyan ő fogalmazott. Sajnos az emberek többsége, ahogy mondtam korábban, nem csak hogy nem érti azt, amiről szól a világ, illetve amiről a hírek szólnak, hanem nem is érdekli, és szerintem ebben nagy szerepe van ezeknek a technológiáknak, amelyek egyrészt fizikálisan rombolják az embereket, aminek természetesen spirituális és mentális következménye is vannak. Arról nem beszélve a mérgekről, amit permeteznek a levegőben, amit megiszunk, megeszünk nap-nap után, emellett még mindenféle más rendszerre is pusztítják a világot, és erre egy nagyszerű példa ez a karakter, aki arról beszél, hogy legalább ez több 10 milliárd dolláros hasznot hajt majd
ez a művelet, és ahogy fogalmaz, ahogy mondtam, ez átkozottul fontos. And that's damn important. Ő arról beszél, hogy ők úgy gondolják, hogy nincs szükség arra, amit más országok fontolgatnak, hogy éveket várjanak és tanulmányozzak a technológiát, hiszen akkor lemaradnak, ez ugye az Amerikai Egyesült Államokról beszél. Azonban, ha őnekik nincs meg a tapasztalatuk, illetve a kutatási eredmények, akkor miről beszélünk itt? Unlike some countries, we do not believe that we should spend the next couple of years studying what 5G should be or how it should operate. The future has a way of inventing itself. Ő szerinte, ahogy hallottátok, a jövő egyszerűen csak feltalálja magát, úgyhogy mindenféle szabályozás nélkül, információ nélkül és bármiféle rendszer vagy korábbi tapasztalat nélkül az egész világra rá fognak szabadítani egy olyan rendszert, amiről tudni lehet, hogy az egészségre súlyos és káros hatással lesz. Szerinte a feltalálókat egyszerűen szabadjára engedni sokkal hasznosabb, mint bizottságokban és munkacsoportokban dolgozni és lépésről lépésre haladni. AT&T, illetve Verizon 2017-ben kezdi meg a tesztelést, és 2020-ra már forgalomba is helyezik a rendszer. Ami érdekes, mindenki számára érdekes lehet, aki ismeri azt, hogy merre haladunk, az az, hogy ez a 5G rendszer, ez az 5 GHz rendszer, illetve ez F fölötti rendszer lehetővé teszi azt, hogy tulajdonképpen minden egymással összefüggő és egymással kapcsolatba léphessen. Minden úgy értem, ahogy ő fogalmaz, hogy akár a gyógyszeres dobozoktól elkezdve a vizes flakonokon át az összes háztartási cikk és minden, amiben mikrochip található, egy rendszert fog alkotni, ez az úgynevezett Internet of Things, azaz a dolgok internete, vagy a dolgok hálója tulajdonképpen ez a rendszer, amiről ő beszél, és ezzel az úgynevezett fenevad bélyegéhez is elkanyarodtunk, hiszen a technológia nem csak hogy képes arra, hogy az embert befolyásolja, hanem aki ismeri a programozható anyag, illetve a különböző nanotechnológia rendszereket, az tudja, hogy az emberi testbe bejutatva ezek az anyagok utána az embert gyakorlatilag programozhatóvá teszik, és érdemes utána nézni, a Microsoftnak többek közt van programozható anyag részlege, akik ezen dolgoznak, és nanoméretű komputereket fejlesztenek ki, de egészen őrült dolgok léteznek, amikről az emberek nem tudnak, és ahogy mondtam, azért nem tudnak, mert nem képesek feldolgozni az információt racionálisan. Többé ugyanis egyrészt a méreganyagok lerombolták az embereket, másrészt az oktatás, a politika, a média, a tudomány, és természetesen ezek a különböző frekvenciák is tönkretezik az embert, úgyhogy minden oldalról támadás alatt állunk, és a legtöbb ember sajnos nem tud ezeknek a dolgoknak ellenállni. A városok teljesen ettől a technológiától fognak függni, ahogyan ő fogalmazott, de azon kívül az ország minden egyes sarkába el fog jutni ez a sugárzás, ez a technológia. Úgyhogy az a droid hadsereg, ami kiépülőben van, az agymosás segítségével ez egy fizikális rendszert fog képezni. Az emberiség túlnyomó többsége egy rendszert fog képezni, és egy mesterséges intelligencia irányítása alatt fog állni, ugyanúgy, ahogy a legtöbb dolog a világon. Bármennyire is durván hangzik, ez a nagyon-nagyon közeli jövő. És azok, akik évtizedek, évszázadokban gondolkoznak, elfelejtik azt, hogy azok az emberek, akik uralják és irányítják ezt a világot, évtizedekkel, évszázadokkal előttünk járnak. Tervezésben, évszázadok, technológiában, évtizedek. És amennyiben ők erről beszélnek most, mindenki el tudja képzelni azt, hogy mi ez a technológia, ami rendelkezésükre áll, és valójában mire képes ez a technológia, ha nekünk ezt mondják el. Úgyhogy az a nap, amikor az emberek egy nagy kaptárt képeznek, az a nap sokkal-sokkal közelebb van, és a legtöbb ember tulajdonképpen már ennek része sajnos.
az, hogy valaki nem hiszi ezt el, vagy nem hiszi el azt, hogy ez lehetséges, vagy szerint ez nem így van, vagy ekkor lesz, vagy akkor, annak nincsen abszolút semmi jelentősége. Annak van jelentősége, amiről ezek az emberek beszélnek. Azért beszélnek erről, és azért árulják el, mert tudják, hogy a legtöbb ember nem érti, és nem érdekli a legtöbb embert. És amit most mond, arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét. Az pedig az, hogy a legnagyobb hálózata a dolgoknak, az Internet of Things, az még csak most következik. You can be sure of only one thing. The biggest Internet of Things application has yet to be imagined. Úgy tűnhet, hogy az emberiség már is szinte egy nagy agyat képez, hiszen a legtöbb ember ugyanazt hiszi, ugyanazt gondolja, és teljes mértékben elvesztette a kapcsolatot a valósággal, az oktatás, a politika, a média és a tudománynak köszönhetően. Ezen kívül természetesen mindazoknak a pusztításnak köszönhetően, amelyeket fizikálisan is kénytelenek vagyunk elszenvedni nap-nap után. Azonban ez a helyzet rohamosan romlik, és a nap közeleg, amikor egy applikáció segítségével az emberiség túlnyomó többsége fizikálisan is egyé válik mindenféle dolgokkal és tárgyakkal, és egy nagy virtuális világban fogja élni az életét. Durván hangzik és hihetetlenül hangzik, de a valóság ebbe az irányba halad. Igazából félelemre semmi ok, semmit sem tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt megállítsunk. Az egyetlen dolog, amit mindenkinek tennie kéne, az megérteni azt, hogy az egész életét leélt egy hazugságban, és ha valaki keresi az igazság ott van, ahol a legkevésbé várja az ember. És amikor rájön arra, hogy azért jutunk egyre lejjebb és lejjebb, és azért szenved a világ egyre többet és többet, mert elhagyta azt az utat, amit ennek a világnak a teremtője kijelölt számunkra, akkor kezdhet majd el igazából változtatni a saját életén, és talán szerencsében mások életén is. Úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenki ébredjen fel erre, és találja meg azt a keskeny utat, ami a szűk kapuhoz vezet a végén, és amit nagyon kevesen fognak megtalálni. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat remélem hasznosnak találtátok, és halleluja!